Makó város önkormányzatának döntése értelmében a 65 év alatti személyek 6 és 10 óra között fordulhatnak meg a vásártéren. Ennek kapcsán Varga Ferenc települési képviselő kiemelte, aki teheti, ezen időintervallumon belül a kora reggeli időszakban keresse fel a helyi piacot a későbbi nagyobb csoportosulás elkerülése érdekében. Arra kérjük a 65 éven aluliakat, hogy 6-tól fél 8-ig használják azt az idősávot, mert akkor mégiscsak nagyon kevesen vannak, és az árusokat meg azért kérjük, hogy délig tartsanak nyitva, ugye, mert a 65 éven felüliek 10-től délig jöhetnek be, és hogy ők is megkapjanak mindent a 2 óra hosszába. A vásárteret továbbra is a DeFerenc utca felől lehet megközelíteni, mely területén egyszerre maximum 500 fő tartózkodhat. A kollégáim itt vannak kint egy fertőtlenítő ponton, és útba igazítják a kilátogatókat, és a jelent felhívást pedig írásos formában osztogatják a vevők és a zárusok között. Arra szeretném kérni a makóiakat és a kilátogatókat, hogy türelmet kérünk és megértést, hogy minél hamarabb urrá legyünk ezen a járványügyi helyzeten, és visszatérhessen az életünk a normális kerékvágásba. Mindemellett ajánlott a szájmaszk viselése és a másfél méteres távolság betartása is. Ott jártunk kora, 65 év alatti korosztály tagjai vásárolhattak, köztük volt Földesi Emese is. A makói hölgy televíziónak elmondta, a zöldséget és a gyümölcsöt itt szereti megvenni a termelőktől, az előírásokhoz pedig igyekszik alkalmazkodni. Mindenképpen biztonságosabb szerintem egyébként, mint egy boltba, de most ugye is ugye ritkábban jár az ember, de igen, tehát azért mindenképpen azt gondolom, hogy azért egy szabadtér mégiscsak jobban védi az embereket is ezektől, főleg, hogy a maszkot is használunk, és azért ezekkel az intézkedésekkel így kompletten azért már így eléggé védve érezheti az ember magát, vagy védve is érezzük magunkat. A piac üzemeltetői arra kérik az árusokat, hogy nyitásra, azaz 6 órára lehetőség szerint már pakoljanak ki. Makóváros önkormányzata az eladókat ebben a helyzetben engedményekkel kívánja segíteni, április 1-ével a helypénzt 30%-kal, a bérleti díjakat pedig 50%-kal csökkentették.